Ha megengedik, egy filmes idézettel kezdeném az előadásomat. Mi egyesíti az embereket? A hadseregek? Nem. Az arany? Az sem. A zászlók? Nem igazán. A történetek? Nincs a világon erősebb egy jó történetnél. Semmi sem állíthatja meg, nincs ellenség, amely legyőzheti. Most egy ilyen 550 évvel ezelőtti jó történetet hoztunk el magunkkal, a kollégámmal, Péterrel, és ezt az 550 évvel ezelőtti történetet szeretném elmesélni, de ha megengedik, ugye egy könyvtáros nem maradhat könyv nélkül, és elhoztam az egyik legkedvesebb regényemet. Én mindig merem azt mondani, hogy a 21. század egyik legjelentősebb magyar irodalmi alkotás, ez a ugye kolozsvári erdélyi író Szilágyi Istvánnak a Hólóidő című kötete, és ahogyan szokták mondani, a magyar történetben minden összefügg mindennel, hát természetesen ez a kötet is összefügg, a mi budai krónikánk. De hogyan? Megengedik, felolvasok belőle egy rövid részletet, és talán kiderül, hogy miért. A méltóságos vendég végtelen türelemmel viseltetett a mindent félreértő deák iránt, feléje fordult, összekulcsolt kezére támasztotta állát, és csendes hangon elmondta, nincs itt szó semmiféle Bégnek kölcsönzött könyvről, amit ők keresnek, az a Terebi úré, bizonyára ott lesz a könyvesházban, amennyiben igen, akkor ők azt elviszik. Egyenes beszéd. A könyv neki kellene, őt Domenico Pulcinak hívják, Padovában tanult, ott járt a kezében a világkrónika, ami bizonyára megvan Terebi prédikátor könyveik között. Ő, amióta azt a szép fóliás lapozta, egyre abban reménykedik, hogy egyszer megszerezheti. Most a könyvnek van egy különleges alcíme is, Lovat és papot egy krónikáért, és az alaptörténete arról szól, hogy a varázslatos faluban, én mindig úgy szoktam mondani, ugye a mi 100 év magányunk, ott Makondó, itt Revek jelenti a kis mikroközösséget, és Revek falunak a református lelkészét elrabolja a török. És nincs hogyan megmentsék, hiszen nincs a falunak annyi pénze, amennyit kérnek váltságdíjul, és egyetlen egy módon lehet megmenteni, hogyha Hartmann Schedelnek a világkrónikáját, mint ahogy előbb felolvastam a jelenetet, odaadják a töröknek, pontosabban egy kicsit félcédulás olasz úrnak, ennek a Domenico Pulcinak. És ez nagyon különleges jelenet ebben az egyébként egy gyönyörű regényben, hiszen a könyv szabadító erővel bír, ez a könyv jelenti majd Terebi uramnak, a református lelkésznek, Revekfalu prédikátorának a szabadságot. De ugye ez a Hartmann Schedelnek a világkrónikája, amiről szól a regény, ez a mi szempontunkból is fontos, hiszen itt látható ez a nagyon szép kézzel színezett Buda metszet 1493-ból, ugye 3 évvel Mátyás király halála után. De a könyvtörténészek azt mondják, hogy ez az első hiteles Buda ábrázolás, és hogy ugye önöknek jobbra, fönt a jobb felső sarokban látható a közkető nevén Mátyás templom, és attól nem messze a történeti források szerint volt Károly László budai prépostnak a háza, ahol készült a mi budai krónikánk. De nem csak ezért érdekes a Hartmann Schedel krónikája, hanem azért is, mert ennek a derék német orvosnak volt egy budai krónikája, méghozzá kézzel írott budai krónikája, ami két dolgot jelent. Egyrészt az, hogy érdekelt őt a magyar történelem, izgalmasnak gondolta, és valószínűleg felhasználta forrásként a világkrónika elkészítése, ugye nagyjából 20 évvel később. Másrészt pedig nem volt nyomtatott példány, tehát ahhoz, hogy ehhez a magyarok történethez hozzájusson, ahhoz neki le kellett kézzel másolnia. Tehát így jön össze a keret történet, egy 16. század második felébe játszódó fiktív történet, a mi budai krónikánkkal és Hartmann Schedel csodálatos világkrónikájával. Ugye azt mondtam, hogy egy jó történet azok, amelyeket nem lehet legyőzni, és hogy a jó történetekhez alapvetően jó könyvek szükségesek, ahhoz, hogy ezeket el tudjuk mesélni. És a jó könyvnek a születése, ez a 15. században és a 21. században, ugye azt szoktuk mondani, hogy 5 tényező szükségeltetik, ezt mi magunk is átéltük, amikor a nagyjából egy év alatt ennek a budai krónikának a hasonlás kiadását előkészítettük, és át tudtuk érezni Hesse Andrásnak az 550 évvel ezelőtti dilemmáját, milyen problémákkal kellett szembesülni. Ez az 5 pedig az első, kell egy jó kézirat, a második kell egy jó nyomdász, egy nyomda, harmadik kell egy bőkezű mecénás, negyedik kell egy piac, ahol ezt el lehet adni, és mi az ötödik, aminélkül nem léteznek jó könyvek és jó történetek.
Olvasó. Olvasó, így van. Bocsánat, ezt mindig kiprovokálom, és mindig elhangzik a szó, és ilyenkor a könyvtáros örül, mert ez a mi munkánknak a lényeg. Ugye olvasó nélkül nincsenek jó történetek, abban a pillanatban válik érthetővé és befogadhatóvá, hogyha leemeljük és elkezdjük olvasni. Amíg a polcon van, addig lehet, hogy egy nagyon szép iparművészeti tárgy, de igazából egy holtanyag. Abban a pillanatban válik a jó történet átérezhető, hogyha elkezdjük olvasni. Tehát ez az öt tényező volt a 15. században, és véleményem szerint ez a 21. században is így van. És mi hozzászoktuk még azt tenni, hogy a Kárpát-medencében kell egy szerencsefaktor, ami, hát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a alapfeltétele még az öt tényező mellett, hogy megszülethessen egy jó történet, elmesélhetővé álljon egy jó történet, és megszülethessen egy jó könyv. Ez a szerencsefaktor például a Budai Krónika esetében három tényezőből áll össze. Egyik az, hogy hála a jó Istennek 10 példány maradt fent, ezt azért is érdemes kihangsúlyozni, mert ismert most már a könyvtörténészek bibliográfiájából a 15. század esetében, hogy nagyjából 32 ezer kiadványt adtak ki a 15. században Európában, és abból több mint 8 ezer esetében csak egyetlen egy példány maradt fent. Töredék. Például az első német országban megjelent könyvről, az első európai nyomtatványból egy töredék van, egy példány maradt meg az első lengyel, és az első svájci nyomtatványból is. És mondom, még 8000 olyan kiadást ismerünk, kiadványt ismerünk, amiből csak egyetlen egy példányt maradt fent. Ilyen szempontból szerencsés a mi budai kronikánk, mert 10 példány is ránk maradt. Másik különleges dolog, hogy nagyon korai. Gondoljunk abba bele, hogy 20 évvel Gutenbergnek a Mainzi nyomdájától már Budán, az akkori Európa, mondhatni talán legkeletibb részében, és megjelenik a tipográfia művészete. Erre a világon mindenhol, ahol könyvtörténészek vannak, azért fölkapják a fejüket, hogy 20 évvel megelőztük Angliát, megelőztük a cseheket, megelőztük a lengyeleket, a németalföldieket, ha lehet mondani, a spanyolokat, portugálokat. Vannak bizonytalanságok, mert van jó pár nyomtatvány, ahol a datálás miatt nem vagyunk biztosak, hogy valóban a budai krónika lenne az ötödik vagy a hatodik európai nyomtatvány, tehát az országok sorában, ugye 18 országban volt könyvnyomdászat a 15. században, de erre azt gondolom, hogy méltán büszkék lehetünk. És van egy harmadik dolog, ez pedig a témáját tekintve. Ugyanis ez egy magyar krónika, latin nyelven íródott, ami elmeséli a magyaroknak a históriáját, a biblikus-mitikus kezdetektől, a hun-magyar eredetmítoszon át, egészen Mátyás király uralkodásának az első 10 évéig. És ez miért érdekes ez? Ha megnézzük az első kiadványoknak a témáját, bárhol, akár a Gutenberg kiadványokat, akár francia, német, olasz országban, hogy a nyomdák mit adtak ki legelőször, sehol se látunk nyomtatványokat, sem Hess András előtt, sem Hess András után. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a mi budai krónikánk unikális ebből a szempontból a 15. századi Európában, mert nem tudunk arra példát, hogy egy népnek, egy nemzetnek a tipográfiája egy olyan művel kezdődne, amelyik elmeséli annak a népnek a történetét. Ezt maga egyébként Hess András így fogalmazza meg, ha megengedik, ezt egy röviden felolvasom. Ugye írt egy előszót a budai krónikához, és abban elmondja, hogy miért adta ki. Te kegyelmed meghívására Magyarország híres királyságába jöttem, és időm is volt rá bőven, óriási és sok napot igénylő munkát vállaltam magamra, tudnélik Pannonia krónikájának kinyomtatását, tehát olyan munkát, amely hitem szerint minden magyar ember számára kedves és szívderítő. Tehát minden magyar ember számára kedves és szívderítő, azt lehet mondani, hogy egy 21. századi marketing zsenivel vagyunk, van dolgunk, hiszen mit mond? Azt mondja, hogy tudja azt, hogy mi kell a magyaroknak, történelmet, a saját népük történelmét kell kiadni, ez az egyik fontos dolog. Másrészt pedig szerintem az is egy különlegesség, hogy nincsen előtte ilyen típusú minta. Azt látta, ugye Rómából lett átsebítve, vagy majd erről egy kicsit részletesebben, de nem volt előtte egy ilyen minta, hogy kérem szépen az első nyomtatványnak egy ilyen típusú munkának kell lenni. Miért? Vegyük például Gutenberget, az Európa nyomdászatnak a megteremtőjét. Szoktuk mondani, hogy az első az Európában nyomtatott könyv, vagy a legkiresebb első nyomtatott könyv, az a 42 soros Gutenberg Biblia. Viszont, hogyha
megnézzük a pontos adatokat, dátumokat, az előállításoknak a folyamatát, akkor a Gutenberg Biblia az a 9. vagy a 10. nyomtatványa volt Gutenbergnek, és ebbe pontosan beleilleszkedik az európai tipográfusoknak a kiadás politikájában, mert mit adtak ki először? Kiadtak búcsúcédulát, kiadtak kalendáriumot, kiadtak latin nyelvkönyvet, és kiadtak például, akkor úgy mondták, hogy Neue Zeitungok, hírlapok, ezek a régi, ezek a bulvárlapoknak az ősei, manapság akkor is ugyanígy volt, ugye most celebekről írnak ezek a bulvárlapok, akkor a királyfiról meg a királylányról, véres háborúkról, csatákról, amelyek azért valójában ugyanúgy, mint a búcsúcédulák, kalendáriumok, efemer alkotások voltak, tehát nagyon hamar eltűnt az, hogy... Bocsánat. Nagyon hamar eltűnt a varázsuk, tehát például egy hírlap esetében 3-4 hét után már senki nem olvast. Egy kalendárium a következő évben újat adtak ki. A latin nyelvtan volt talán az, amelyet még bizton olvastak, de azt meg széjjel olvasták, mint annak idején én gyerekkoromban a rejtőregényeket. Tehát ezek ezért tűntek. A búcsúcédulákról meg ne is beszéljünk. Tehát olyan maradandó alkotás, például egy biblia, az soha nem volt az elején, ugye Hess Andrásnál is egy történeti munka volt, de nem volt az jellemző, hogy történeti munkákat adjanak ki. Most nézzük akkor ezt az öt faktort, hogy hogyan lehetett elképzelni a 15. században egy jó történetnek az eladását és egy jó történetnek a kiadását. Ja, mondtam az, hogy kellett egy jó kézirat, ugye egy latin nyelvű szöveg, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a latin nyelvű szöveg, amely a magyaroknak a históriát mesélt el, ez egy az Anzsúk idején, a 14. században született krónika kompozíciók közül az egyik. Volt a Képes krónika családja, és volt a Budai krónika családja. Budai krónika családja egy kicsit szikárabb. Vannak azonos részek, vannak eltérő részek a két krónika családból, de mind a kettő a magyaroknak a históriáját meséli el. Ilyen szempontból egy nagyon izgalmas, de középkori szövegnek lehet tekinteni. A másik, ugye a latint, ezt már külön kihangsúlyoztam, latin nyelvű, egy olyan szöveget adott ki Hess András, amit az egész Európában lehetett olvasni. A könyvkultúra latin nyelvű volt, aki tudott írni, olvasni, az latinul tudott, ennek megfelelően a Budai krónika, és ez ugye a túlélés szempontjából lesz fontos, ugyanúgy elolvasható volt Oxfordban, a Sorbonon, Rómában, vagy akár Krakóban is. Tehát ilyen szempontból is nagyon fontos a Hess Andrásnak a választása, illetve még tegyük hozzá azt a nagyjából hipotetikus, de jól megrajzolható történetet, hogy Hess András hogyan juthatott hozzám. Lehet, hogy Károly László, lehet, hogy Vitéz János esztergomi érseken keresztül jutott ehhez a szöveghez. Mindenesetre a történészek úgy gondolják, hogy a budai minorita ferences kolostorban vagy bekopoghatott, vagy onnan kaphatta meg ezt a szöveget. És a szöveg minden bizonnyal véget ért 5. László történeténél, így mutatom is, hogy amikor készhez kapta Hess András, akkor idáig tartott a szöveg. És ez a szöveg 5. László történetén véget ér. Most nézzük, ugye ki volt ez a Hess András, akit hát sokszor engem megrólnak, hogy miért Hess Andrásként hívom, hiszen ő Andreas Hess volt, neve alapján egy német származású tipográfus, de én azt gondolom, hogy jár neki a magyar elnevezés, hát egy teret is így nevezték el rólad fent a budai várban. Egyébként teljes joggal pont ott, ahol a Károly Lászlónak a háza állt, ahol készült a mi budai krónikánk. És ez a Hess András valamikor az 1460-as évek végén Róbába ment, kitanulta a tipográfia mesterségét, és 1470-ben volt egy fantasztikus találkozása. Összefutott, tételezzük föl, egy római tavernában egy paszta és egy üveg bor mellett Károly László budai préposta, akinek volt két küldetése. Egyik titkos volt, a másik nem volt annyira titkos. Ami nem volt annyira titkos, az Mátyás királynak a megbízása volt, miszerint neki a Mátyás király mellé kell állítania a pápát a cseh háborúban, hiszen akkor folyik a cseh háború Mátyás és Podergyár György között, és ugye szeretné megszerezni a cseh királyi trónt. Igen ám, de ez mindenképpen az kellett, hogy a pápát maga mellé állítsa. Ez egyébként a Károly László tárgyalása során sikerült is. A második az egy titkosabb küldetés volt, és ez nem Mátyás királytól származott, hanem Vitéz János esztergomi érsektől.
méghozzá azt kérte tőle az érsek Károly Lászlótól, hogy szerezzen egy jó tipográfust Rómában. És ez lenne a Hess András, aki valószínűleg nem sokat hezitálhatott, hanem örömmel mondott igent, hogy megtegye aztán később ezt a nagyjából 1200 kilométeres utat, ugye Róma és Buda között. Méghozzá azért, mert telítődött a piac akkor az 1470-es évek elejére Rómában, bármennyire is nagy volt a város, ugye az örök város, sok nyomdája volt, és egyszerűen a piac elfogyott, volt egy kerete, ami után már nem tudott tovább bővülni, és tudta nagyon jól Hess András, hogyha ő szép könyveket akar kiadni, hogy ő saját ura legyen, hogy olyan könyveket adjon ki, amit ő szeretne, ami minden magyar ember számára kedves és szívderítő, akkor neki helyet kell változtatni. És valószínűleg itt jön egyébként a kézirat és a magyarok históriájának a választása. Én azt gondolom, hogy 1470-es évek elejére divatba jött Magyarország. Érdekessé vált. Ugye volt egy izgalmas, kicsit autoriter, öntörvényi uralkodója, akit egész Európában ismertek már akkor. Tehát volt egy esztergomi érseke, aki egy európai hírű humanista volt, és a cseh háború, részint a cseh háború, de igazából a török háború miatt Magyarország érdekes, izgalmas helyé vált. Tehát az emberek meg akarták ismerni, kik ezek a magyarok, honnan jöttek, mit keresnek itt Európa közepén. És akkor Hess András fogta a batyuját, útra kelt, valószínűleg Velence érintésével megérkezett 1471 kora tavaszán a budai várban. Valamikor kora nyáron összerakta a présgépet, egy présgépe volt viszonylag kis méretben, megérkezett Velencéből megrendelt papír, és nagyjából 1471 kora őszén mindenki látott a nyomtatást, ez nagyjából így kell elképzelni, hogy bedugta oldalt, megnyomta, jött a következő, megint, és akkor ez. Hát ezzel azért el lehetett játszadozni, de hogyha ránéznek erre a könyvre, ugye lehet látni, hogy hát ez egy 140 oldalas könyv, ilyen méret, nem túl vastag. Az 1470-es évek elején Rómában egy ilyen könyvet 250 példányban a nagyjából fél év alatt ki lehetett nyomtatni. A gyors felszámolás, ugye 1471 őszén vagyunk, hát akkor miért 1473. június 5-én jelent meg a Budai Krónika? Most itt jön a különleges dolog, a harmadik faktor, ugye a meccinás, Vitéz Jánosnak a szerepe, ugyanis azt feltételezzük már régen, hogy Vitéz János állt az egész koncepció mögött, az ő szavára, ugye ennek nincsen közvetlen bizonyítéka, írásbeli bizonyítéka, a levéltári források javarészt megsemmisültek, vagy lappangnak, tehát nem tudjuk bizonyítani, de egy olyan szép logikai láncolat látszik felsejleni, ami azt mutatja, hogy az egész történet mögött Vitéz János esztergomi érsek állt, aki felfedezte a könnyomtatás, ezt a fantasztikus invenciónak, technikai invenciónak a fontosságát. Ugye, mondanom se kell, politikai propaganda, egyetem alapítás, könyvek szükségesek, és a filológiának ugye minél jobb szövegek előállítása, az a könyvmutatás elengedhetetlen. Tehát ez a Vitéz János 1471 késő tavaszán végleg összeveszett Mátyás királlyal, részint a cseh háború történt, megmondta neki, hogy belőle soha nem lesz cseh király, részint pedig az egyházi javaknak a megadóztatása miatt. Ezt csak egy forrásból tudjuk, ugye történészek szokták mondani, hogy egy forrás nem forrás, egy követjelentésből ismert az a dolog, de az biztos, hogy valami végleg megromlott Vitéz János és Mátyás király között, mert ebben a követjelentésben azt olvassuk, hogy Mátyás király indulatában lekevert egy hatalmasat az idős esztergomi érseknek, és akkor az esztergomi érsek azt mondta, hogy hát akkor cseréljünk király. Mátyás el, és hívjuk be Kázmér lengyel királynak a fiát, Kázmér herceget, és akkor ő legyen a magyar király, a Jagellóknak áldjazzunk meg, tehát legyen egy új család a magyar trónon. És Kázmér herceg be is tör a fegyvereseivel Magyarországra, 1471 őszén vagyunk, elfoglalja, ha jól emlékszem, teljesen kiürített Nyitavárát, tehát nem volt egy olyan hatalmasnak hatalmi teljesítmény, és akkor jön Mátyás királynak a zsenialitása, ott hagyja a cseh háborút, visszajön, és nem áll neki frontális támadásnak, hanem egyenként ül le az ellenfeleivel,
ígér neki fűt, fát, bokrot, és pár hét után egyszer csak azt látja a Vitéz János és Janus Pannonius, ugye a két cselszövő, hogy egyedül maradtak. Még karácsony környékén történik egy kiegyezés Vitéz és Mátyás között, de 1472. februárja, pont amikor szegény Hesse András már éppen befejezné a nyomtatást, tehát nagyjából úgy gondoljuk, hogy 1472. februárjában már majdnem készen van a Budai Krónika, ugye 250 példányban, hát Mátyás elfogatási parancsot ad ki Janus Pannonius ellen, ő elmenekül, tudjuk jól, Itáliába szeretne eljutni, nem jut el, Zágráb mellett Medvevárnál tüdőgyulladásban meghal, és Vitéz János pedig letartóztatják. És ott van Hesse András egy majdnem kész Budai Krónikával 1472. március elején, és a legnagyobb mentora Vitéz János, aki valószínűleg az egészet pénzelte, házi fogságban van, és ugye ott is hal meg 1472. augusztusáig. És úgy látjuk, hogy most ilyen technikai részletekben nem megyek bele, ha valaki kíváncsi esetleg utána szívesen részletesebben is elmondom, hogy eredetileg 140 oldal lett volna a Budai Krónika, most 133 nyomtatott oldalt tartalmaz, és az elején van két üres oldal, és a végén pedig öt üres oldal. Méghozzá azért, és ez Borsa Gedeon, ugye lehet mondani a mi régi könyves szakmánknak a doájenje, tavaly hagyott itt bennünket 99 éves korában, vagy hát már századik életévében, és a Gide bácsi 30 évvel ezelőtt rájött arra, hogy a Budai Krónika elején, ahol most két üres oldal van, 550 évvel ezelőtt ott volt két nyomtatott oldal, méghozzá Vitéz Jánosnak az előszava a magyar olvasókhoz. Amiben valószínűleg nem csak azt mondja, hogy miért érdemes könyvet olvasni, miért érdemes könyveket kiadni, hanem valószínűleg a politikai tartalmú része is volt ebben. Ugye van arra utalás, hogy ez a Kázmér herceg egy proklamációt ad ki Mátyás ellen, ami rendkívül durva hangvételű, és ott szúr bele Mátyásnak legitimáció, családi számolás, stb., ami legjobban fáj. Ez nyilvánvalóan nem a Kázmér hercegtől jött, hanem a filológusok szerint ez maga Vitéz János szövegezte, vagy Janus Pannonius. Tehát ennek megfelelően valószínűleg ez az előszó is tartalmazott ilyen politikai szöveget, és ott volt Hesse András, kinyomtatva 250 példányban, aminek az elején ugye ott van ez a Vitéz előszó. Tudom, hogy nem szabad 20.-21. századi történeti analógiákat mondani, mert ezek mindig sántítanak, de ha szabad, visszaélek ezzel a dologgal. Ezt úgy képzeljük el, minthogyha 1959-ben megjelenik a Kossuth könyvkiadónál, 56-os forradalmi szabadsághoz története Nagy Imre előszavával. Ugye ez viszonylag nehéz nekünk elképzelni. Na, ez is így ugye a legnagyobb politikai ellenfelének a szövege szerepel. És ugye az történik, mint már mondtam, ott 1472. februárjában, amikor végleg letartóztatják Vitézt, itt abba hagyja a Hesse András a nyomtatást, és marad neki még 6 üres oldala. Ugyanis tudjuk jól, hogy az utolsó füzet ennyi terjedelmű lett volna, és arra nem kerül nyomtatott szöveg, hanem vár egy évig, és 1473 tavaszán vesz egy mély levegőt, és azt mondja, hogy nem lehet, hogy ne nyomtassam ki az első magyar könyvet, hát meghozom a szükséges kompromisszumokat, én szerintem nagyon helyesen. Kiveszi a 250 példányból az előszót, ezt az inkriminált előszót, és annak a levélpárjával, egy picit ezt meg is mutatom, és tényleg ezt körbe is adom, mert van nekem egy munkapéldányom, amivel dolgoztam, és ez mindjárt ez a kúdában lévő dolog, és ugye ezen egy nyomtatott szöveg állt, és ennek volt egy nyomtatott párja. És ezt kiveszi 250 példányban, és akkor a nyomtatott szöveg már csak erre kerül, tehát újra nyomtatja. Ez betűt kopásokból tudjuk ezt, hogy ez lett az utolsó nyomtatott szöveg. Ezt én közben, amíg én beszélek, hogy ez ne legyen olyan unalmas, ezt körbe is adom, és vegyék a kezükbe, de ezt majd kérem vissza. És a végét pedig hát be kell fejezni a históriát, és valószínűleg ugye ott 6 oldalnyi szöveg állt volna Mátyás király visel dolgai, ami valószínűleg nem az lett volna, hogy az a Mátyás kép, ami aztán a 1470-80-as években volt Magyarországon. Ugyanis van egy több árulkodó jel, például az, hogy itt az utolsó fejezetnek a címe az, hogy Mátyás király koronázásáról. Tehát nem csak Mátyás király koronázásáról van szó, hanem az utána lévő 10 év történetét is elmeséli. És hát utána jön 5 üres oldal. Tehát valószínűleg, mivel a papír rendkívül drága volt, majd beszélek a büdzséről is, az 50%-a volt az előállítási költségnek,
amikor ő megtervezte a tipográfiáját, akkor ő pontosan tudta betűre leszámolva, hogy mennyi papírra lesz szüksége. És ezért, igen, látom, 5 percem van hátra, hogy ezért neki át kellett gondolni a dolgot, és akkor hát szépen összecsapja Mátyás király történetét, és ezt a 10 év históriát összesűríti itt hát körülbelül 20 sorba. És ezzel lezárja a történetet. Persze aztán mondja azt, hogy majd ha lesz ideje, akkor Mátyás királyról is fog majd nyomtatni valami szép könyvet, de ez soha nem történik meg, vagy nem marad fönt. És akkor mondtam, ugye volt a piac meg a büdzsé, akkor csak röviden, hogy ne éljek vissza a türelmükkel, ugye 100 aranyforint volt a számításaink szerint a Budai Krónikánk az előállítási költsége, 50 aranyforint volt a papír, 25 aranyforint volt durván a présgép, 15 aranyforint volt a segédnek az éves bére, és a többi meg elment gyertyára a fűtésre, mert a Koszkvártét, ott ugye valamelyik piros tetejű házban készült a Budai Krónika, az ingyen kapta Károly Lászlótól. Mit jelentett az a 100 aranyforint? 100 aranyforintért egy szép házat lehetett venni itt a Duna a jobb partján Budán. Tehát az egy jelentős összeg volt. És hogyha eladtam a mindegyik példányt, most amit itt körbeadok, ez a Krúdában lévő könyv, ezt kiszámolták már a 1930-as években egy aranyforintba került, hogyha be volt itt szépen kötve, fatáblával rubrikálták is, akkor az 2 aranyforint. Mennyit érhetett egy aranyforint? Hát a Mátyás király fekete seregében egy lovaskatonának a havi zsoltja az 5 aranyforint volt, egy gyalogosnak 3 aranyforint, és egy béresnek a havi bére 1 aranyforint. Ennek megfelelően, hogyha lefordítjuk, és még egy jó mérőarány, egy ökörnek az ára, amit egy béres a havi béréből meg tudott venni, egy aranyforint volt. Ugye a nagymamám annak egyen azt mondta, hogy nem egy ökör ára, amire azt mondta, hogy nem volt. Ugye lehet mondani azt, hogy a mi Budai Krónikánk egy ökör ára volt, hogyha nem volt ilyen szépen bekötve, hanem csak így. Ugye akkor az utolsó, és akkor az utolsó gondolat, ugye az olvasók, tehát tudjuk, hogy 10 példány maradt fönt belőle, egyet használtak végig a Kárpát-medencében, ez Felvidéken őrizték, ez volt a szerencse, és valószínűleg a 9 példány azért maradt meg, mert ideje korán is Mohács előtt kikerült az országból. És ez a mi szerencsénk, mert itt maradt volna az országban, akkor ugyanúgy elpusztultak volna, mind a valószínűleg a többi 200 valamennyi, amit kinyomtatott Hesse, és hát ez a nagy szerencsénk. Azt lehet látni, hogy Európában kedvelték, nagyon sok marginális bejegyzések vannak közöttük humorosak, szép tórajzokkal. Tehát lehet látni, hogy még a 16-17. Században is keftelve a Túlóci Krónika mellett nagy örömmel olvasták a Budai Krónikának a szövegét szerte Európában, de hát legfőképpen azért lehet mondani, főleg a régióban, tehát csehek, lengyelek, németek, osztrákok használták ezt a kötetet. Akkor nekem az időm lejárt, köszönöm szépen türelmüket.